A nap hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. A magyar emberek azt várják a kormánytól és a rendőrségtől, hogy védje meg az országot, a családokat, a közös értékeket és az eredményeket a külső és a belső veszélyektől, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Budai Várban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatási ünnepségén. Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét hallják. Minden fiatal életének egyik csúcspontja az a nap, amikor végre azzá válik, ami lenni akart. Eléri azt, amire egész addigi életében készült. Megkezdheti azt a hivatást, amit választott magának. Ma önök még ennél is magasabbra jutottak. Nem csak egy diplomát szereztek, amellyel munkába állhatnak, hanem esküt is tettek, és így szolgálatba léphettek. Az eskü mögé ember kell. Komoly ember, akiben egyszerre munkál az elszántság, a kitartás és a meggyőződés. Akinek erős a lelke, tiszta a feje, egészséges az önképe és szilárd alapokon áll az élete. Csak ilyen embernek érdemes esküt tennie. Önök a mai napon becsületükre és lelkiismeretükre megfogadták, hogy hivatásukat a magyar nemzet javára gyakorolják, törvényeinket megtartják és másokkal is betartatják. Megfogadták, hogy szolgálati kötelezettségeiket akár életük kockáztatásával is teljesítik, engedelmeskednek előjáróiknak és felelősséggel gondoskodnak alárendeltjeikről. Súlyos szavak. Ráadásul ezzel a fogadalmukkal jogrendszerünk és ezer éves államiságunk megőrzése iránt is elkötelezték magukat. Gratulálok önöknek. Bizonyára azért választották ezt a nehéz és veszélyekkel járó hivatást túl a megélhetésen, mert szeretik Magyarországot, szeretik a hazájukat, a nemzetüket, a kultúránkat, és hisznek abban, hogy ezek olyan fontos dolgok, amelyeket közösen meg kell védenünk. És önöknek igazuk van. A rend nem csak a közösség számára nélkülözhetetlen. Az egyes ember is csak a rend biztos és biztonságos talapzatán tudja megvalósítani a terveit, és megvédeni munkájának eredményeit. Tisztelt esküvők, az a rend, amelyet önök védelmeznek, a szabadságból született. Szabadságukkal élve a magyarok eldöntötték, milyen országot akarnak maguknak. Ennek az akaratnak a végrehajtói vagyunk mi mindannyian. A magyar szabadság kereteit megszabó törvényeket a Magyar Országgyűlés, vagyis mi képviselők hozzuk, de önökre hárul a feladat, hogy a jogszabályok be is legyenek tartva. Ugyanis a jog mellé kötelességnek is társulnia kell, a szabadság és a biztonság feltételezik egymást. A mai napon 218 fiatal magyar tiszt tette le az esküjét és kezdi meg hivatásos szolgálatát. 170-en a rendőrségnél, 18-an a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, 24-en az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság különböző szerveinél, 6-an pedig a büntetés végrehajtási szervezetnél foglalják majd el szolgálati helyüket. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben itt a Csillagpont Rádióban Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét hallották, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemben a tisztavatási ünnepségen mondott beszédet. A nap. A Csillagpont Rádió hírmagazinja. 8 esztendeje 2010-ben írták alá azt az együttműködési megállapodást, amelynek értelmében a Miskolci Egyetem műszaki anyagtudományi kara egyetemi szintű anyagvizsgálattal összefüggő képzéseket végez a Miskolci Fuchs ZRT telephelyén működő laboratóriumban. A vezeték és kötérdiagnosztikai intézeti laboratórium kutatás és fejlesztést is végez. Az eredményekről dr. Barkóczi Péter, a Fuchs ZRT fejlesztési igazgatója beszélt a Csillagpont Rádióban. Nagyon régre datálódik vissza ez az együttműködés, hiszen a Miskolc Egyetemen végzett a tulajdonosunk dr. Barkóczi István is, és hát a gárda nagy része, tehát a mérnöki gárdánk nagy része mind a Miskolci Egyetem végzett mérnöke. Így a kapcsolat az ottaniakkal, régi professzorokkal, tanárnőkkel, tanárurakkal, az már eleve adva volt, és mint egy termelővállalat, egy középkis vállalat besorolásába eső termelővállalatnak szüksége van mindig arra a tudásra, arra a segítségre, amit egy ilyen oktatási intézmény adni tud. Ezért régről, talán a cég indulásakor is már megvoltak ezek a kapcsolatok, közös fejlesztések, kutatások, ilyen hasonló tevékenységek. Ennek lett aztán az a vége, hogy egy közös együttműködési szerződésbe öntötte ezt a
vállalat és a Miskolci Egyetem is, amely során ezt a laboratóriumot létrehozva egy közös gondozásban szolgáljuk egyrészt a természetesen a cég érdekeit is, és az egyetem érdekeit is oktatásban, kutatásban. Mint gyártóvállalatnak eleve rendelkeznünk kell egy komoly anyagvizsgáló laboratóriummal, előírás szükséges, kikerülhetetlen, de ezek az alapfeladatok ellátására szolgálnak. Ez a laboratórium az egyetemmel karöltve képes speciális vizsgálatok elvégzésére is, amik tényleg a fejlődést szolgálják, ahol olyan méréseket, olyan vizsgálatokat tudunk elvégezni, amiről lehet mondani, hogy Európában ritkaság számba megy. Ez a dolog és egy erejét jelenti a FUG ZRT-nek, hogy ezzel a laboratóriummal az ő területén rendelkezik, de mindenképpen fontos a Miskolci Egyetemnek is, hiszen olyan irányokban, olyan fejlesztésekben tud elmozdulni, amik ma tulajdonképpen mozgatják az európai kutatást, az európai fejlesztést. Igen, hát ez a biztonság, a hitelesség szempontjából óriási jelentőségű, hát külországi piacokkal, sok külországgal van kapcsolatban már a FUG ZRT, és egyfajta garanciát is jelentenek az ilyenfajta vizsgálódások, ugye? Igen, Európa szinte minden országában szállítunk, és hát magas követelményeket kell teljesíteni a vállalatunknak, a terméknek a minőségének olyannak kell lennie, hogy minél több és többen forduljanak Európából a FUG ZRT felé. Ennek egyik záradéka, hogy ezt meg tudjuk tenni, azt, hogy meg tudjuk mutatni a termék tulajdonságait a vevőnek, hogyha eljön hozzánk egy ilyen laboratóriumban, és tudjuk is fejleszteni azzal, hogy az egyetem kiváló szakemberei a megfelelő tudással el tudnak jönni, és meg tudják csinálni ezeket a teszteket, vizsgálatokat, fejlesztéseket, amiket utána mi adaptálni tudunk a mi saját termelésünk. A NAP, a Csillagpont Rádió hírmagazinja. Borsod-Zemplén megyében továbbra is folyamatos a határvadászokat toborzó rendőrségi kampány. Az országos rendőrfőkapitányság pályázatot hirdet készenléti rendőrség határvadász bevetési osztályainak állományába őr, járőrtárs beosztás betöltésére. A határ és a hazavédelmére minden cselekvő képes 18. életévüket betöltött a felvételi körülményeknek megfelelő magyar állampolgár jelentkezhet. Az elkövetkező hetekben, hónapokban a toborzó csoportok több helyen is megjelennek a megyében, de a rendőri szolgálatra elhivatottságot érzők nem csak tőlük, hanem bármely rendőri szervnél érdeklődhetnek. Köszönjük a részleteket Dobi Tamás rendőrszázadosnak, a Borsod-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensének. Anna, hírmagazin a Csillagpont Rádióban. A Bátor Tábor Lélekmadár tábora olyan családoknak nyújt segítséget, akik súlyos krónikus betegség következtében veszítették el gyermeküket. Fennállásának 5 éves évfordulóját ünnepli a Lélekmadár Tábor. Beszélgető partnerem ezzel kapcsolatban Zsákai Kis Anett Anka táborvezető helyettes. Jó napot kívánok! Több mint 80 család járt nálunk Lélekmadár táborozóként, ami azt jelenti, hogy több mint 230-an jöttek el hozzánk, hogy egy kicsit enyhítsék a gyász körüli fájdalmukat. És 5 évvel ezelőtt valószínűleg pont azért született meg ennek a dolognak az ötlete, mert azt érezte a Bátor Tábor, hogy ezzel tudja teljesíteni azt a kört, amit egyébként krónikusan beteg gyerekeknek és családjaiknak nyújt. Ez abszolút passzolt a tábor értékrendjébe és filozófiájába. Nagyon nehéz megszólítani a tragédián átesett családokat, egyáltalán tudatni velük azt, hogy van segítség, van kihez fordulni. Ez abszolút így van, és azt is gondolom, hogy mindenkinek nagyon más a megküzdési módszere azzal a helyzettel, amiben egy ilyen élethelyzet mentén kerül. Sokan vannak, akik esetleg azt gondolják, hogy egyedül meg fognak majd birkózni ezzel az egésszel, sőt, vannak olyanok, akik nagyon nehezen kérnek segítséget, hiszen eleve ez egy nagyon nehéz téma, és nyilván sokszor szélsőségesen, vagy akár ambivalens érzéseket megmondható folyamaton mennek ők keresztül. Úgyhogy éppen ezért nem könnyű megtalálni a táborozókat, és ezért is nagyon fontos, hogy legyen lehetőség beszélni arról, hogy létezik egy ilyen hely, ahol van tényleg arra esély, hogy sorstárs közösségbe kerüljenek azok, akik ilyen élethelyzetbe kerültek. Sokan azt gondolhatják, hogy a Lélekmadár táborban
csak gyászsal foglalkozunk, hogy sokat mondjuk a sírás, vagy a szomorú pillanat, és ezeknek is megvan a helye, de mellette megvannak azok az alap, bátortáboros, pozitív élmények, amelyekkel egyébként az életeket változtatjuk, ahogy a szlogenünk is mondja a táborozóinknak. Ezek az alkalmak a családok számára ingyenesek. Igen, ez nagyon fontos, hogy mind a táborozóink, mind egyébként természetesen az önkénteseink számára ingyenesen biztosítjuk a táborozást. A táborozók mellett minden ciklusban 40-50 önkéntes az, aki előzetes képzés után arra vállalkozik, hogy részt vegyen ebben az egész folyamatban, és hogy ott legyen a táborozóinkkal. Vannak olyanok, akiknek annyira fontos változást hozott az életében a lélekmadár, hogy utána úgy döntöttek, hogy visszatérnek hozzánk önkéntesként. A nap. A Csillag.rádió hírmagazinja. Folytatja munkáját a Nemzeti Versenyképességi Tanács. A kormány továbbra is kiemelt feladatának tekinti, hogy hatékony eszközökkel segítse a magyar vállalkozások versenyképességének erősítését. A tanács ülése után a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Parag László a gazdaság stratégiai javaslatait ismertetve elmondta, hogy azokat a kormányfő felkérésére készítették el, mintegy 1600 vállalkozást kérdeztek meg, a programba beépítették a területi kamerák észrevételeit is. Parag Lászlót hallja. A választások előtt a miniszterelnök megkért bennünket arra, hogy készítsünk egy olyan anyagot, ami optimális helyzetből kiindulva leírja azt, hogy mit kellene tenni a gazdaságpolitikában. Nyilván a dolog függött attól, hogy ki nyeri el a kormányzást, de ezen most már túl vagyunk, és ezt az anyagot mi átadtuk a kormányzatnak azzal, hogy fontolja meg, hogy mi az, amit érdemes belőle megtenni, meg tud belőle csinálni, vagy amivel egyáltalán egyetért. Az anyag alulról fölfelé építkezik, 1600 céget kérdeztünk meg mély interjúban, és ennek az 1600 cégnek a véleményét, álláspontját rögzítettük, kiegészítve a területi kamaráknak a véleményével, illetve az MKIK-nak a szakemberi csapatával, ami magában tartalmazza a kutatóintézetünket, közgazdasági osztályunkat, a digitális területet, IT területét és a képzéssel foglalkozó területeket. Ennek alapján mi azt állítjuk, hogy a fenntartható növekedésnek van jó néhány feltétele, aminek együttesen kell teljesülnie. Ilyen az átgondolt és fegyelmezett gazdaságpolitika, ilyen a gazdasági alrendszerek megfelelő működtetése, egészségügy, oktatás, kutatásfejlesztés, innováció, uniós források elköltése, a top programoknak a működtetése, infrastruktúra fejlesztése és sok minden más terület. Ide tartozik a hatékony államnak a kiépítése, a minél kisebb bürokrácia, minél nagyobb digitalizáció, a költségvetési fegyelem, ezt különösen fontosnak tartjuk, és örömteli a számunkra, hogy az elmúlt években ez nagyon erőteljesen érvényesült, a csökkenő adóik, a termelékenység javulása, javítása, beleértve a hatékonyságot is, a szakképzett munkaerő és a folyamatos alkalmazkodás a világgazdaság folyamataihoz. Ez alatt azt értjük, hogy ipar 4.0, digitális technológia az ott kell legyen a fókuszunkban, mert hogyha nem, akkor a világ elmegy mellettünk. Anna, hírmagazin a Csillag.rádióban. Új eljárással diagnosztizálják a közeljövőben az Alzheimer-es betegeket a Szegedi Tudományegyetemen. Sajnálatos tény, hogy az Alzheimer-kort ma még az orvostudomány nem tudja gyógyítani. Az új diagnosztikai módszer azonban olyan sikeres, hogy jelentős előrelépést ígér a betegség kezelésében. Rossz hír, hogy a diagnosztikai vizsgálat nagyon költséges, így egyenlőre az OEP nem finanszírozza. Pávics Lászlót, a Szegedi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Tanszék intézetvezető egyetemi tanárát Sós András kérdezte a Csillag.rádióban. Alzheimer-kor, hogy korunk rettegett betegsége, a leggyakoribb elbutuláshoz vezető kórok, sajnos gyógyíthatatlan. A képalkotó diagnosztikában egy új eljárást kezdtek el alkalmazni, amely azokat a kóros fehérjéket, amelyek ebben a betegségben az agyban felszaporodnak, és hát felelőssé tehetők az ottani biokémiai változásokért. Ezt meg lehet izotóppal jelölni, radioaktív izotóppal, és így módon láthatóvá lehet tenni. Ezek a kutatások értek el abba a stádiumba, hogy gyakorlatilag a klinikai bevezetés közvetlen küszöbén vannak. Ennek a vizsgálatnak a segítségével az Alzheimer-kórnak a diagnózisa nagy pontossággal
felállítható, utána ennek megfelelően ezeket a betegeket aztán kezelni is lehet. Az eddigi eredmények azok azt igazolják, hogy ezzel a diagnózisnak a pontosításával az esetek 60%-ában más kezelést kezdtek el alkalmazni, tehát megváltoztatja a betegek további ápolását ez a vizsgálat. Ez egy meglepő eredmény volt. Azt gondolták, hogy ha 30% fölött lesz ez az arány, akkor már jó. Akkor az jó, és ezzel szemben most már 60% körül járnak. Úgyhogy ezért nem is tétováztunk, és fölvettük a palettára ezt az új eljárást. A pozitron emissziós tomográfiás készülékek, ezek már itt vannak Magyarországon. Ez bizony pénzbe kerül, nem is kevésbe. Jelenleg a leggyakrabban használt, a daganatoknak a kimutatására használt FDG PET-CT vizsgálat is olyan 200-230 ezer forintból elvégeztethető, hogyha ugye az ember maga akarja kifizetni. Hát én azt gyanítom, hogy sajnos ennek a vizsgálatnak is az önköltsége az körülbelül ebbe a tartományba fog esni. A Nap. A Csillag.rádió hírmagazinja. Ezen a hétvégén ismét megrendezésre kerül a gyógynövényes nap. Gyógynövényes napok Bükszent kereszten, immár a 12., tehát július 7-én és 8-án szombaton és vasárnap várják majd a gyógynövények szerelmeseit. És aki a programot figyelmükbe ajánlja, Szabó Gyuri bácsi lánya, López Szabó Zsuzsa fitoterapeuta. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt és a hallgatókat is. Ön jelenleg Svájcban tartózkodik, ott értük utal, és onnan fogja most ezt a programajánlót megtenni nekünk, de hát gondolom, hogy hamarosan érkezik majd Magyarországra, illetve Bükszentkeresztre, mert hogy ön is tevékeny részese, főszereplője úgymond a gyógynövénynapoknak. Egy olyan kezdeményezés volt, aminek párja nem volt még akkor Magyarországon, és a legelsőre, ami még csak egy napos volt olyan, ami 150-200 ember jött már el, és a célja tulajdonképpen ennek az egésznek az volt, hogy népszerűsítsük a gyógynövényeket, megismertessük az embereket a növényekkel magukkal, a belőlük készíthető készítményekkel, főképpen a teákkal, és hogy azokat hogyan lehet használni, milyen betegségekre, kiegészítő kezelésként, vagy megelőzésként, és mai napig is ez a törekvésünk. Létjogosultságot nyert ez a fesztivál? Bátran kijelenthetjük, most már évek óta az az érzésünk, hogy ki is nőttük egy kicsit ezt a pici falut. Több ezer ember jön a két nap alatt. Azt a mottót választották, hogy egészségtudatos fiatalok és fiatalos idősek. Mi indokolja ezt a témaválasztást? Az indokolja, hogy a legnagyobb örömünkre az utóbbi években egyre több fiatalt látunk ezen a rendezvényen. Nagyon sok hátizsákos, egyetemista fiatal, babakocsis kis gyerekes családok jönnek, úgyhogy most már évek óta van gyereksátor is. Egyébként pedig azt látják, hogy a gyógynövények ismertsége, elismertsége növekszik? Igen, határozottan. Ez egy tendencia, amit mi is képviselünk, de ez a tendencia, ez egy nagyon erős világtendencia, és gyógynövények nagyon sok oldalúak, és kevésbé veszélyesek az én véleményem szerint, mint amennyire sokan tartanak tőle. Lassan megérjük azt, hogy nem fognak elzárkózni attól az orvosok sem, a kórházak sem, hogy másféle gyógyítást is, másféle gyógyvódot is igénybe vegyenek. A hosszú egészséges életünknek a titka az is, hogy a természettel barátságban és jó kapcsolatban legyünk, és nagyon vigyázunk a természet kincseire, hiszen például a gyógynövényeket is a természettől kapjuk. Nagyon sok programot mondtunk, de azt gondolom, hogy pusztán egy ízelítőt adhattunk. Ugye a hallgatóinak mondanám, hogy a www.györgytea.hu internetes oldalán, tulajdonképpen oldalon a rendezvénynek a teljes programkínálatát megtalálhatják. Hétvégén július 7-én, 8-án, szombat és vasárnapon, tehát 12. gyógynövényes napok Bükszentkereszten, és aki a programokat a figyelmükbe ajánlotta, López Szabó Zsuzsa, Szabó Gyuri bácsi lánya, fitoterapeuta Svájcból. Köszönöm szépen még egyszer. A Nap. A Csillag.rádió hírmagazinja.
Műsorunk végén nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket a magam és a műsort készítő kollégáim nevében is. A Csillagpont Rádió riportjait, tudósításait, illetve a DVTK híreket, valamint a NAP című híres esemény összefoglalót természetesen visszahallgathatják weboldalunkon is. Látogassanak el tehát a csillag.radio.hu weboldalra, de követhetik munkánkat a Facebookon is, illetve más közösségi portálokon is. Mi csak örülünk, hogyha figyelnek ránk. További jó rádiózást, jó egészséget kívánok önöknek. Német Csabát hallották. A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.